Bár a háború megváltoztathatja, vagy akár el is veheti az ember életét, viszont maga az élet megy tovább. Mihajlo Beleny, ismert szobrászművész élete is veszélybe került március közepén. A tűzesetet március 14-én 22 óra 56 perckor jelentették. Egy kétszintes lakóház tetőszerkezete gyulladt ki Ókemencén. Az ungvári 10-es számú központi mentőcsapat 3 fő és egy segédegységet küldött a helyszínre. Megérkezésük pillanatában a tűz közel 200 négyzetméteren terjedt el. A lángok az egyik emeleti szobába is behatoltak. A művész máig sem tudta feldolgozni az akkorát élteket. Március 14-én történt, majdnem éjfélkor. Az emeleten aludtam. Nem csak egyszerűen felébredtem, hanem szinte felugrottam a félelmetes zaj hallatán. Olyan érzésem volt, mintha a fejemre 50 kg-os kövek esnének. A károsult elmondta, hogy a tűz pillanatok alatt terjedt szét a műhelye tetőszerkezetén, ezért hálás a tűzoltók összehangolt munkájáért, akik megakadályozták a nagyobb mértékű pusztítást. 15 perc alatt értek ide. El kell mondanom, hogy ilyen összehangolt szervezettséget még nem láttam. Mindent nagyon gyorsan elvégeztek. Létre itt, létre ott kitekerték a tömlőket, és a házamra már több tonna víz zúdult. A közösségi oldalakon nemrégiben megjelent egy felhívás, amely szerint gyűjtést szerveznek a kárpátaljai művész javára. A jótékonysági koncertet Magyarországon, Balatongyörökön szervezik meg. A hirdetésben az áll, hogy a művész háza és műhelye egy ismeretlen repülőtárgy becsapódása következtében gyulladt ki. Maga a károsult is azon gondolkodik, hogy vajon mi okozhatta a tüzet. Az én verzióm így hangzik. Mindannyiunknak vannak ellenségei, mert ilyen az élet. Vagy egy molotov koktél dobtak ide, nem tudom. Mert ha felgyújtod a házát, akkor már nem menekülhet meg. De van egy olyan gyanúm, hogy egy drón lehetett, vagy valami hasonló. Mert hát miért gyulladt ki a házam a teljes kerülete mentén? Ilyen nincs. A tűzeset okainak megállapítása a rendőrség dolga. Szerkesztőségünk megkeresésére azt a választ kaptuk, hogy az adott ügyet 1736-os számmal iktatták. A megfelelő vizsgálat után ezt írták. A tűzeset beiktatása az előzetes nyomozások egységes nyilvántartásába nem indokolt. Közismert, hogy május 12-ig csupán egy rakétatámadás érte Kárpátalját, mégpedig Volócon. Hivatalos információk szerint viszont március 14-én és 15-én vidékünkön nem észleltek rakétatámadásokat. A Beleny család jelenleg is a tűzeset következményeinek elhárításán dolgozik. Elmondásuk szerint már a hatóságoktól is kértek segítséget. Az ország helyzetének ismeretében tudják, hogy csak a saját erejükre támaszkodhatnak. Minden támogatás fontos lenne nekik, mert, mint mondják, két bajban lévő nyugdíjasnak erre nagy szüksége van.